Titus Korlecián a Szenátus ügyvezető elnöke arra figyelmeztetett, a Szociáldemokrata Párt figyelni fog arra, hogy a rendkívüli intézkedéseket ne pártérdekek vezéreljék majd. A Szociáldemokrata Párt felelős politikai alakulat mondta mai közleményben Titus Korlacián a szenátus ügyvívő elnöke, ezért tudomásul vette a szükségállapot kihirdetését, és üdvözli, hogy Johannes elnök megköszönte a támogatást a kormány beiktatásához. Ugyanakkor bírálta, hogy a közszolgáltatások maximális árát az utóbbi hónapok középarányosaként állapították meg, szerintük a nyersolaj világpiaci árának zuhanása ennél nagyobb árcsökkenés is lehetővé tett volna. Korlacián továbbá óva attól, hogy politikai szerint alkalmazzák a meghirdetett gazdasági intézkedéseket. A szociáldemokrata párt követni fogja, hogy minden ma bejelentett gazdasági intézkedés teljes mértékben a szükségállapotnak megfelelő legyen, és megfelelően ültessék gyakorlatba. Kérjük, hogy a cégeknek nyújtott támogatást átláthatóan és nem politikai szempontok szerint biztosítsák. A PCD követeli, hogy a versenytárgyalás nélküli beszerzések listáját tegyék közzé a pénzügyminisztérium honlapján, valamint nagyon éberen figyelni fogja, hogy az alapjogokat korlátozó intézkedések szigorúan arányosak legyenek azzal, amit a helyzet megkövetel, tette hozzá a szenátus ügyvívő elnöke.